majdnem 6 milliárd forintból építenék fel az új felcsúti sportcsarnokot, amely így még a helyi foci stadionnál is drágább lenne, írja a Figyelő. A fedett komplexumban parkettás és műfüves focipálya és két előadóterem is lenne. A projekt megvalósítását több ütemre osztották, és az MLS eddig csak az első ütemre hagyta jóvá a TAO pénzek kifizetését, de az alapítvány az idén is pályázik. Szigetvári Viktor a vendégem, jó estét kívánok! Erről már hónapokkal ezelőtt volt szó, erről a sportcsarnokról, maximum most így az ára lett hirtelen olyan magas, hogy felkaptuk a fejünket, mert hogyha a futballstadion ott felcsúton 3,8-ból kijött, mármint milliárd, akkor ez meg micsoda monumentális beruházás lesz 6 milliárdért, mit lehet erről tudni? Gondolom drágák lesznek az edzőteremben a súlyzógépek, illetve nagyon menő és magas minőségű parketta lesz lefektetve a tornaterembe. Ugye 6 milliárd forintról beszélünk, a korábbi hírek, amelyre ön is utalt, az talán 2 milliárd forintról szólt. Hát ugye ez közpénz, sokszor elmondja a Fidesz, meg mások, hogy ez nem az. Ugye itt az állam egy adóbevételről mond le, rábízza azokra a vállalatokra, illetve társadalmi szervezetekre, akik erről rendelkeznek. Ezt a rendszert az együtt a kezdetektől fogva elutasítja. Sok pénz ez felcsútra, amelyet az Orbán család, vagy maga Orbán Viktor saját hűbérbirtokaként kezel, nincs ez rendben. De ki fogja ezt használni? Vagy? Tehát vannak annyian az utánpótlás akadémián, hogy nem elég a focipálya, ott is van fűtött talaj, vagy fű, ha a hírek megfelelően szóltak ezzel kapcsolatban, és itt is lesz füves focipálya, tehát hogy ez... Tehát nincs meg minden, ami az utánpótláshoz az akadémián kell, meg ott a futballstadionban, most kell még egy ilyen létesítmény is. De az biztos, hogy valami ott nincs rendben, hiszen amikor a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi auditorokat kért fel néhány évvel ezelőtt, és talán egy éve készült a lejelentésük, többek között a felcsúti akadémiát marasztalták el, hogy bár infrastruktúrában egyébként jól el vannak látva, ebben nincs probléma, de nem történik ott megfelelő szakmai munka. És ugye most, hogy egy nagyon nagy sikert ért el a magyar válogatott, és talán egyesítette pár hétre ezt az országot, amely jól megosztott, legyen világos, hogy én nem ez ellen beszélek, én nem a magyar futball ellen beszélek, hanem az ellen, hogy itt közpénz legyen így elköltve egy olyan városban, egy kis településen, ahol erre nincs szükség, és ugye ennyi pénzből tanuljunk az izlandiaktól. Ott az izlandi futball csapat azért ért el olyan sikert, ebben nem vitatom továbbra sem a magyar sikereket, mert tornatermeket, iskolai sportolást biztosítottak, 6 milliárd forintból szerintem egész Észak-Kelet-Magyarország tanúszoda, illetve tornaterem problémáit meg lehetne oldani. Hát emlékszik rá, a kockásinges felhívó akciók és tüntetések kapcsán beszéltünk erről többször, hogy a legtöbb iskolában a mindennapi kötelező testnevelés óra az a folyosó lépcsőjén zajlik, tehát hogy le föl kell ugrálni a lépcsőn a gyerekeknek, mert hogy nincs tornaterem, vagy ha van, akkor ez kicsi, és nem lehet beosztani úgy az osztályokat, hogy minden nap mindenki beférjen. Ezért nem szabad otthon ezt bevezetni egyébként, miközben nem a gyerekek mozgása ellen. Világos. Hogyha Magyarországon rengeteg tornaterem lesz, meg edzőpálya, meg sportcsarnok, még az is teljesen rendben van, hogyha erre mind van kapacitás, de miért minden felcsúton nő ki a földből? Így van, ott egy ilyen házi Disneyland épül kisvasúttal, felújított kastéllyal, kúriával és minden mással, és ugye közben néhány napja derült ki az a hír, hogy olyan 6500 hektár van Mészáros Lőrincnek a kezelésében, illetve a családja kezelésében Fejér megyében. Láttam egy térképet, ami ezt Budapestre vetíti, hogy úgy érezhető legyen egy budapesti polgár számára. Ez körülbelül az első kerületnek a második, nem, az első, a 12. és a 11. kerületnek az összterülete, amely körülbelül ennyi, az ugye Budapestnek, ahol még sokkal több kerület van, azért annak is egy egész jelentős része. És ennek részeként történik az, hogy túlfejlesztik felcsutat. Én azt gondolom, hogy a felcsúti sport ennyit nem ér, a magyar sportra kell költeni, és ráadásul ugye azért arról is beszéljünk, hogy a társasági adókedvezmény rendszerek környékén folyik egy korrupciónak nevezendő szívességkereskedelem, még ha nem is látjuk, hogy mit kapnak cserébe a támogatók, de ugye, hogyha én dönthetem el, hogy hova adom ezt a pénzt, és ugye sok jó pontot lehet szerezni Orbán Viktor miniszterelnökét. Hát ezt az MLS fogja eldönteni. Igen, de azt, hogy én hova adom, az oda megy. Igen, ja, az és, a cég. És nyilván, hogyha azt gondolom, hogy ebbe lehet célozni még jobban, és irányítani ezt a dolgot, hiszen arra azért emlékszünk statisztikákból, hogy a MLS által egyébként, még csak nem is vitatom, hogy sokszor sok jó célra, tisztességesen elosztott társasági adókedvezménynek egy túlnyomó része ment így is, úgy is felcsút környékére, a felcsúti utánpótlás nevelésbe. Én azt gondolom, hogy ez nyilván azért van, mert onnan származik, vagy onnan
onnan ott nőtt fel miniszterelnökünk, és ez nincsen rendben, mert ennek nyilván van egy ellentétezés. Én most így frissőben emléztem meg, hogy hány hallgatója van a Felcsúti utánpótlás akadémiának, de olyan nehéz elképzelni, hogy annyian vannak, hogy már a stadion is, vagy a futballstadion is kevés, és hogy kell egy 6 milliárdos sportkomplexum még, de lehet, hogy arra számítanak, hogy a jövőben nagyon sokan lesznek. Ez akkor úgy megy, hogy TAO-ból gyakorlatilag pályázni kell az MLS felé, és akkor aki kapja Mari, aki ügyesen pályázik, az meg is tette ebbe, akár önnek politikusként, ellenzéki politikusként, hogy senkinek beleszólási joga nincs? Ellenőrzési jogunk van maximum. Én azt gondolnám, hogy ilyen kérdésekről vagy önkormányzati költségvetésként testületnek, vagy pedig hát az országgyűlésnek, mint képviselőknek kellene tudniuk dönteni. Ellenőrizni tudjuk. Vannak olyan szervezetek, akiknek a TAO költését ki kell könyörögni, ki kell perelni, mint közadatot. Ebben az MLS egyébként átláthatóan jár el, mert ők ezt el szokták mondani. Tehát ilyen problémával nem vádolnám az MLS-t. Én azt gondolom, hogy főleg most a magyar labdarúgás kiemelkedő sikere után lehet, hogy máshova kellene ezt célozni. Mondtam, tornatermekre és más célokra, az egészen biztos, hogy Felcsútat így fejleszteni, csak azért, hogy Orbán Viktornak ilyen hűvérbirtokként egy Disneylandje legyen, ez nincs rendben, és nem látszik ott az a szakmai teljesítmény, amennyire tudom, sokkal kevesebb pénzt kapó, működő akadémiák is a nemzetközi értékelések szerint sokkal sikeresebbek Magyarországon. Ha már az ellenőrzést említettük, meg a kiperelni bizonyos adatokat, látja egy pár hete, most már több is, mint egy hónapja, iszonyú sokat beszélünk a Magyar Nemzeti Bank alapítványairól, pénzköltéséről, különböző szerződéseiről. Aztán a nyilvánosság ereje, ami óriási erő, a mai hírek alapján úgy tűnik, hogy azért meggátolni mindent nem tud. Tehát hiába derültek ki ezek, a közpénz nem válik magánpénzét, tehát nem veszíti el jellegét, és hogy mindent akarunk tudni a közpénz sorsáról. És akkor a mai hír szerint egy MNB alapítványi lett a Várkert kaszinó is. Tehát ezek szerint hiába tudunk már sok mindent, a vásárolgatások mennek tovább. Sőt, egyre rosszabb a helyzet, ugye, mert az Magyar Nemzeti Bank, amelynek egyáltalán nem dolga, hogy akár profitot realizálva, akár csak megőrizve az értéket ingatlanba fektessen, ugye most már Budapestnek egy igen jelentős részét tulajdonolja egyébként, magától is úgy látom, hogy életre kelő irodaházépítési piacon, és most nem magánlakásokról beszélek. Ez egy pénzkidobás az, hogy azt az egyébként gyönyörű épületet, ugye, amit sokak számára ismert ott a Dunaparton, a Lánchíd alatt Várkert bazárral szemben, amely egyébként szeretném mondani évek óta üresen állt. És én azt gondolom, hogy egy ilyen frekventált helyen Budapesten nem volt rá egy étteremüzemeltető, nem volt rá egy valami speciális kis szállodát, egy pici butik hotelt üzemeltető vállalkozó, akkor talán lehet, hogy abban nincs üzlet, még annyira se, amit mondom, nem dolga az MNB-nek, hogy üzletet csináljon ilyen értelemben, mert szerintem az megsértés a jegybanktörvénynek, lesz pénzkidobás, és folytatják a ütlenkezelést. Azt gondolom, hogy amilyen ez MNB környékén történik, nem vitatva a folyóügyészségi vizsgálatnak az esélyeit, bár sok optimizmusom nincsen ebben az ügyben, előbb-utóbb ebben az ügyben börtönbe kell valakinek jutnia, mert ez nincs rendben, ami történik. De visszakanyarodva, ahova ezt a témát elkezdtük együtt megbeszélni, hát hogyha most a Magyar Nemzeti Bank vezetője, vagy bárki az alapítványoknál úgy érezni, hogy hú gyerekek, azért most hát tényleg hetek óta rólunk szólnak a hírek, és meg vizsgálat is, meg minden, meg is büntettek egy kicsit, meg hát, ha még lehet ügyészség is, akkor hogy behúzzák a féket, hogy az ember azt gondolta, de simán. Tehát látszik, itt 6 évi liberális Magyarországon élve még vannak ilyen illúzióink, és most nehogy megbántódjon, hogy illúziónak nevezem, mert én is szerettem volna hinni, hogy meggondolják magukat. Ugye Pápa Levent az együtt nevében elkezdte feltárni az Eiffel-palota feltárását, és hogyha már a aktuális dolgok vannak, ugye a botránynak a feltárását ebben az ügyben, és ugye hát ott derült ki, ez talán mai vagy tegnapi hír volt, hogy kiderült, hogy bőven könyvérték felett, egy nem is biztos, hogy tisztességes módon történt értékbecslés után vették fel Pápa Levent az együtt nevében feljelentést. Mondanám, sajnos, de természetesen nem történt ebben érdemben semmi, elutasították a Levente feljelentését. Ezekben az ügyekben is lehet feljelentést tenni, meg is fogja tenni az együtt. Ebben az ügyben nem rettent meg, úgy látom, senki a feljelentésektől. És egy gátlástalan tolvajtempó folyik, ebben nem lehet más mondani. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.